25 évvel ezelőtt vásárolta meg az egykori Taurus vállalatot a francia cégcsoport, amely fenntartható mobilitást segítő megoldásokat kínál Magyarországon. Mint a jubileumi ünnepségen elhangzott, a cég munkavállalóival való kapcsolata olyan közös értékeken alapszik, mint a tisztelet, párbeszéd, bizalom és a magas minőségű termékek, valamint szolgáltatások iránti elkötelezettség. Eljutottunk oda, hogy mintegy 170 milliárd forint beruházása után van egy nagyon modern telephelyünk van, az abroncsgyárunk Nyíregyházán, ami felső kategóriás szupersport abroncsokat gyárt. Egy alapanyag kereskedelmi bázisunk van Tuzséron, ami az orosz piacról látja el Európát és Észak-Amerikát kaucsukkal, krommal. Egy óriási logisztikai bázisunk van Vácon, ami 15 országot lát el, és egy világszintű kereskedelmi központunk van Budapesten, ami a társútmárkákat irányítja. És mindezt 1300 műszeres dolgozó segítségével. Amit mi szeretnénk, az az, hogy ez a vállalat fenntartható módon tudjon működni, egyszerre tudja a profitot megteremteni, egyszerre tud vonzó vállalat maradni a munkavállalóink számára, és meg tudja védeni a bolygót körülöttünk. Az egyik célunk az az, hogy miközben megérjük az innovációs képességünket, karbonsemlegessé tudjunk válni, itt Nyíregyházán már akár 10 éven belül. Nyíregyháza polgármestere a munkahelyteremtés mellett a cég társadalmi szerepvállalásának fontosságát emelte ki. Az egyik legfontosabb nagy foglalkoztatója a városnak, és hát ez a 25 év, amit most ünnepelünk, ez folyamatos fejlődést is jelentett egyben, és a munkahelyek megtartása, növelésén, technológiai fejlesztéseken kívül természetesen a társadalmi felelősségvállás az, amit kiemelnék. Ez bizonyíték annak, hogy itthon érzi magát a Michelin, és a város is úgy érzi, hogy Nyíregyházához tartozik ez a gyár. Nagyon sok területen, szociális, kulturális területen, de a legnagyobb, talán a legnagyobb nyilvánosságot a Michelin Bringa Fesztivál jelenti a városunkban. Szabó Tünde országgyűlési képviselő szerint több területen is példát mutat a jubileumát ünneplő cégcsoport. Egy ilyen szervezet adja azt a példamutatást is, amelyet követni fognak a kisebbek, és ettől lesz sikeres egy nagy szervezet. Úgyhogy én nagyon örülök személy szerint, mint sportért felelős államtitkár is, hogy a sportban is nagyon aktívan jelen vannak és támogatóak. Szóval a különböző ágazatokban most lehetne sorolni a szociális, az egészségügy, az oktatás területén, de a környezetvédelemben is nagyon jelentősen, ugye, hogyha nézzük a gyártási technológiákat, olyan területen vannak ők, ahol nagyon jelentős az, hogy a környezetre, a hatásokra folyamatos kutatásokat végezzenek, és a jövő generációja jogosan kéri azt minden szervezettől, hogy igen, figyeljünk oda. Ők példaértékkel állnak azelőtt, hogy igen, hogy kell a bolygónkra vigyázni. A rendezvényen szó esett arról is, hogy a vállalat az elmúlt negyed században több mint 300 millió forinttal támogatott egészségügyi és oktatási szervezeteket, munkavállalói pedig több mint 20 000 órányi önkéntes munkát végeztek.